több mint 300 szakmai érdeklődő és mintegy 64 kiállító részvételével rendezték meg a 4. épületgépész tervezői konferenciát és szakkiállítást szeptember 27-én Budapesten. A Magyar Mérnöki Kamara épületgépészeti tagozata és a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara társszervezésében zajló rendezvény központi témája a biztonság és kényelem volt. Ez a konferencia nem az első, a 4., és gyakorlatilag mindig is ugyanazzal a céllal szerveztük meg ezeket a konferenciákat, hogy találkozzunk. Hogy találkozzanak a szakma minden rendű és rangú képviselői, elsősorban természetesen a tervezők, mert ez a tervezők konferenciája, és hogy a termékeket bemutató kiállítók tudjanak találkozni egymással. Ez kölcsönös, mindegyiknek nagyon jó. A itt kiállítók pedig találkoznak azokkal a partnerekkel, akikkel érdemes nekik a kapcsolatot tartani. A másik pedig ebből tulajdonképpen kötelező szakmai képzés is ki tud alakulni. Tehát ezek a kis továbbképzések, amelyek a találkozások formájában vannak. Ugyanakkor mindig egy-egy témát megragadva készítünk elő előadásanyagokat, és azt tudni kell, hogy kötelező szakmai továbbképzése van mindenkinek évente egy alkalommal, ez abba beszámítható. Az építőiparban dolgozó vállalkozások a célszemélyei, a célzottjai ennek a pályázatnak. Természetesen ez kivitelező vállalkozások, beruházással foglalkozó vállalkozások, de a tervezői vállalkozások is érdekeltek ebben, hogy fejleszteni tudják az eszközeiket. És ez egy nagy eredmény, hogy az e-heti pályázati kiírás már a tervezők részére is tartalmaz olyan lehetőséget, hogy el tudnak indulni, és fejleszteni tudják az eszközeiket, berendezéseiket. Az október 4-e, amikor viszont be kell adni a pályázatokat. Ez egy nagyon rövid idő, mert ez egy bő hét, és nagyon sok olyan adatot be kell szerezni, olyan igazolást be kell szerezni a pályázóknak, nem beszélve az ajánlatokról. Tehát minden költségtételre két ajánlatot is be kell nyújtaniuk. Tehát erre egy hét időtartam van, amiben van egy hétvége is. Ez egy elég feszített tempó és feszített munkát igényel azoktól, akik pályázni szeretnének. Természetesen a kamara dolga ez, hogy segítse a tagjait mindenféle területen, ahol csak tudja. Tehát itt a pályázatnál is segítünk. Tehát egyrészt a legrészletesebb információt a rendelkezésükre bocsátottuk, és a lehető leghamarabb. Tehát ahogy értesültünk róla, már hírlevélben mindenki személyesen megkapta részletes feltételeket, de működtetünk egy olyan információs felületet, ahol kérdésekkel fordulhatnak hozzánk, és igyekszünk segíteni erre, illetve segítünk abban is, hogy a pályázatukat el tudják készíteni. Tehát ajánlunk olyan pályázatíró céget, akivel a kamarának együttműködési megállapodása van, akik segíteni tudnak abban, hogy eredményesek legyenek ezek a pályázatok. Mindig nagyon jó aktuális témákat vetnek fel, és azért hasznos, mert a szakma tervezői találkoznak a üzleti partnerekkel, komoly megbeszélések és üzletkötések is zajlanak esetleg. Fontos a tervezők közötti kapcsolattartás, legalább ezen az egy évi alkalommal tudunk így együtt találkozni. Műszaki termékekről van szó, amiket értelemszerűen mérnököknek kell eladnunk, és itt a mai nap azt hiszem a mérnöki társadalomnak, illetve tervező mérnöki társadalomnak a nagy része eljött és megtisztelte ezt a rendezvényt. A régi kapcsolatokon kívül nagyon sok új barátságot és műszaki barátságot tudunk kötni. Főleg a legújabb termékeink iránt érdeklődnek a tervező kollégák, de akiket ismerek, azok már tudják, hogy mi az, ami a normál Wolf palettán létező termék, és azoknak a részleteit beszéljük ilyenkor meg. Nagyon sok emberrel tudtunk beszélni, egyeztetni, és látjuk, hogy a tervezők érdeklődve fogadják a standunkat is. Mindig egy sarkalatos kérdés, hogy a tervezők megfelelő szakmai tudásanyaggal térjenek haza innen, ennek megfelelően így mi segítünk is ennek a konferenciának a sikeres tételében. Idén különleges alkalom ez a számunkra, mert új termékekkel jelentkezik a vállalatunk a szépületgépész termék körünkben. Ezek közül a legtöbbet igyekeztünk ma elhozni, és reméljük, hogy minél többen meg fogják majd ismerni itt a konferencia során. A mai konferenciára, mint kiállító és mint előadó jelentkeztünk.
Szerencse nagyon sok tervező kollega jött el meglátogatni az eseményt, és nem utolsó sorban látom a versenytársakat is, és ez is jó, mert nagyon sok innováció és fejlesztés van az utóbbi években versenytársaknál és az épületgépészeti piacon. Ma egy tervező csak akkor tud korszerű tervet készíteni, hogyha a legújabb fejlesztéseket, kutatásokat megismeri, és ez a konferencia erre kiváló alkalom. A negyedik épületgépész tervezői konferencián az országos szakmai szervezetek vezetői mellett képviseltette magát az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a társtagozatok, valamint felsőfokú képzési intézmények Debrecenből, Budapestről, Gödöllőről és Pécsről.